Kedves Biblia olvasó barátaim, ma február 15-én a sorsfordító találkozások közül azt vegyük elő, azt a pillanatot, amikor Jézus elhívja az első tanítványait, ahogy ez Máté evangéliumában van, előtte azonban imádkozzunk. Köszönjük neked, mindenható atyánk, hogy elküldted ebbe a világba fiadat Jézust, és köszönjük, hogy mi is az ő tanítványai lehetünk, követni akarjuk. Hadd tanuljunk abból, amit a tanítványok éltek át először, akiknek személyes kontaktusuk lehetett a Mesterrel. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Máté 4:18-tól, amikor a galileai tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk: jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Ők pedig azonnal ott hagyták a hálóikat, és követték őt. Miután továbbment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét Jánost, amint a hajóban apjukkal, Zebedeussal együtt rendezgették hálóikat, és őket is elhívta. Ők pedig azonnal ott hagyták a hajót és apjukat, és követték őt. Mindjárt megkeressük azt a szót, ami a sorsdöntő találkozásban a leginkább szemlélteti azt, hogy mennyire sorsdöntő találkozás volt ez a pillanat, amikor összefutottak ezek a fiatal emberek Jézussal. Mindannyian hasonló mesterséget űztek, ott a galileai tenger magától adta a többség számára ezt a foglalkozási lehetőséget, hogy halászni lehetett. Mind a mai napig halásznak ott. Amikor legutóbb ott jártam Izraelben, akkor is egy este bementünk egy kis étterembe, ahol Szentpéter halat ettünk, így hívják azt a halat, ami állítólag hasonlít azokhoz a vízi élőlényekhez, amelyek ezelőtt 2000 évvel ott ebben a tóban találhatók voltak. Szóval ezek a 20-30 közötti fiatal emberek ott, akikből Jézus apostolokat, küldötteket csinált, tanítványai lettek, ezek egyszerű hétköznapi mesteremberek voltak, nem volt magas végzettségük, nem jártak teológiára, amik ma feltételei annak, hogy valakiből igehirdető legyen például, nem tanultak szociológiát, szociális munkát és egyebet, amik segédtudományai lehetnek az emberek, andragógiát, amivel hát az emberek közötti munkát, nem voltak pedagógusok, még jobban lehetett volna végezni. Halászok voltak, Jézus az első képet innen is veszi majd, mikor azt mondja, hogy én emberhalászokká teszlek titeket, hogy jelesül az emberekkel való foglalkozás is egy kicsit olyan, mint amikor valaki kiveti a hálóját, aztán hát vagy lesz benne valami, vagy nem. Nem szabad messze menő következtetést levonni abból, hogy az ember szakszerűen végzi a maga munkáját, annak látszatra nincs olyan átütő eredménye, mint amit szeretnénk. Az emberhalászok is így vannak ezzel, de ezért lesznek talán jó emberhalászok Péter, András, Jakab és János, mert tudják, hogy annyi mindentől függ, hogy van-e kapás, vagy nincsen. Szóval Jézus ott járt, ez a pogányok Galileája, nem Jeruzsálemben dolgozott, és nem a Jeruzsálem környéki vallásos vidéken, összes tanítványai közül egyedül Júdás származott,
ilyen nagyon vallásos körből, keriótból, illető iskariótes, vagy keriótbeli Júdás, aki nem az elpogányosodott, tudatlanná vált, műveletlen galileai vidéken, mindenféle keveredés volt jellemző, nagyon sokan voltak görögök ott azon a vidéken, akik a maguk vallásának a befolyása alatt voltak, s a szomszédaikat, környezetüket is eként befolyásolták. Talán Jézus szülei is úgy kerültek ide, hogy ilyen misszionáriusokat indított el a korabeli vallásos zsidóság, akik elmentek pogányok Galileájába is, és ott az embereket megpróbálták megtanítani arra, hogy hogyan lett az Úr követője Ábrahám, Izsák, Jákob, Izrael, és az utánuk jövők, hogy mit tanított Mózes, Illés, akiről a múlt héten beszéltünk, hogyan lettek az emberek a maguk önző, bálványimádó világából, Isten befolyása alatt lévő elhívott emberekké, akik másoknak is az Úr akaratát és útját hirdették. Szóval itt járt Jézus pogányok Galileájában, mert itt volt nagyobb a szükség. És abból választott, ami volt. Nem importált messziről, mondjuk Jeruzsálemből buzgó vallásos embereket, ő nem, hanem személyesen akart találkozni és vinni a jó hírt, az evangéliumot. Ehhez keresett partnereket, és most is így van, hogy Jézussal való találkozásunk nem arról szól csak, hogy megszabadulunk bűneinktől. Ennél sokkal többről szól, mert mit akarunk kezdeni megváltott, megtisztított életünkkel? Föl tudjuk-e azt kínálni az Úrnak, mert eddig csak bűneinket kínáltuk föl neki. És most azt kérdezi, hogy számíthatok-e rád? A válasz lehet az, ami egyébként még Mózes esetében is volt, hogy Uram, nem vagyok alkalmas a feladatra, de ő nem ezt kérdezi, hanem azt, hogy hajlandó vagy-e együtt munkálkodni azzal a szókészlettel, azzal a műveltségi háttérrel, azzal a világlátással, azzal, aki vagy, nem azzal, aki lehetnél, vagy akinek kellene lenned, kész vagy-e arra, hogy az Urat kövesd, és az életedet neki add. Hogy mennyire sorsfordító változás, találkozás volt ez e fiatal emberek életében, azt azzal a szóval fejezhetjük ki, hogy azonnal. Azonnal. Nem mondták azt, hogy ezen elgondolkozunk, Uram, de hát most itt van még a szakadozott hálók újrakötése, elvégezzük a feladatot, kimossuk a hajót, a hálókat, megkötözgetjük őket, gondolkozunk otthon, megbeszéljük ezt az egészet, hányjuk, vetjük, megéri, nem éri, és akkor majd gyere vissza egy hét múlva, akkor adunk választ. Jézusnak most van szüksége rád. Tanítványokat keres, és azokat, akik úgy, ahogy vannak, munkaruhában, még átöltözni, zuhanyozni sem mennek haza, még búcsút venni sem mennek haza a családjukhoz. Apjukkal együtt az Ebedeus fiúk, és úgy hagyják az öreget ott egyedül, mint hogyha a házasság igéit hallanánk, hogy elhagyja a férfiú apját, anyját, és ragaszkodik feleségéhez. Szóval valami ilyen jött itt létre, hogy elhagyták mindenüket, amiük volt, abban a pillanatban azonnal mentek Jézusra, mert most értették meg, hogy ez az ő életüknek az értelme. Az életünk értelme nem az, hogy bizonyos dolgokat nem csinálunk. Sok hívő ember azt hiszi, hogy erről szól a hívő élet, hogy mit nem eszünk, nem iszunk, hogy nem viselkedünk, illetve cserébe milyen vallási tevékenységeket végzünk, ó nem. Ha
kereszténység, az igazi kereszténység, az Krisztus követés. És azt most kell elkezdeni. Most indul. Az első lépéseket most fogjuk megtenni. 3 évig együtt a mesterrel, és aztán egészen addig, amíg életünk kitart, amíg az Úr haza nem szólít, akármilyen formában, hiszen talán egy kivételével valamennyi tanítvány sorsa a mártiromság beteljesülése volt, de még így is megéri. Azonnal, abban a pillanatban, ahogy megértettem, hogy az Úrnak szüksége van rám, fölkelni és elindulni vele az ismeretlen felé, de az élet célja, elhívásunk beteljesítése felé. Segítsen meg mindannyiunkat az Úr, hogy a vele való találkozás egy ilyen sorsfordító találkozás legyen. Imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten mennyei édesatyán, köszönjük neked ezt az evangéliumi történetet, amiben benne van a mi lehetséges döntésünk is. Hadd kérdezzük meg, miután tisztázódott, hogy te megváltasz és megbocsátod bűneinket, hadd kérdezzük meg, hogy mit cselekedjek, Uram? Mi a terved velem? És segíts meg bennünket, hogy tudjunk jó dolgokban azonnal dönteni, mert oly sokszor döntöttünk hebehúrgya módon rossz dolgokban azonnal, amit egy életen át bánunk. Tudjuk, hogy ezt nem fogjuk megbánni, és a te békességed, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.